A zentai gimnáziumban kabinetrendszerű oktatás folyik, így minden természettudományi tanteremben van projektor. Azonban a felújítás és a költözés miatt ez most nem megoldható, ezért a diákok az órák előtt kérik el a projektorokat, és viszik a saját tantermükbe. Ahogyan az igazgató fogalmazott, nagy szükség volt már az újabb eszközökre. Tanárok is rendszeresen használják, és a diákok is kutatómunkákat végeznek, aminek a bemutatásához erre szükség van. Tehát magukon az órákon használják legtöbbet a természettudományi tantárgyak, tehát a biológia, fizika, kémia. A Magyar Nemzeti Tanács legújabb projektjében 10 gimnáziumot és művészeti iskolát ajándékozott meg technikai felszereléssel. A projektnek a lebonyolítás úgy történt, hogy meglettek keresve az iskola igazgatók, azok pedig a közösségekkel közösen megbeszélve az eszköz szükségleteket összeírták, és a Magyar Nemzeti Tanács felé jelezték, tehát maguk az iskolák jelezték ezeket a szükségleteket, amire őnekik az oktatás lebonyolításához szükség van. Ebben a projektban projektorok, laptopok, különböző technikai felszerelések kerültek megvásárlásra. A technikai eszközök beszerzésére szánt összeg mintegy 1.200.000 dinár. A zentai gimnázium 3 új projektorának összértéke körülbelül 130.000 dinár.